Üdvözöllek titeket, ez itt az Arsensis Podcast műsorra, más néven pedig a Sprechfenster. Ezúttal átváltottunk a videoblog műfajból erre a beszélgetős műfajra. Ez kicsit hosszabb lesz, nem lesz benne ugye videófelvétel, mint látjátok, hanem csak beszélgetni fogunk egymással. Ennek az lesz a mássága, hasznossága ennek a felvételnek, hogy emellett esetleg tudtok mindenféle egyéb munkát végezni, dolgozhattok otthon, tanulhattok esetleg, ha tudtok mellette minket hallgatni, vagy akár még edzés közben is tudjátok ezt az érdekességet hallgatni, amit mi most itt össze fogunk beszélni. Van is három vendégünk itt a csoportban, egyenként be is szólítanám őket. Az első Ézsiás, a főherold, a hétfői vezető oktató, az Arsensis punkja, Pisti. Szia, Pisti! Sziasztok! A második András, igazából sosem volt főherold, de Vörösbáró igen, és Excelnök is, Bálint. Hello! Hi! A utolsó vendégünk pedig Gerényi, hétfői kezdő segéd oktató, a Herold és grafikus, aki Messzermájer, Attila. Szia, Attila! Sziasztok! A szemfülesek már észrevették, hogy hát ez a kis csapat, ez valamiben kötődik ám egymáshoz. A Heroldi körnek neves tagjait köszönthetjük itt a mai műsorban, és ezzel kapcsolatban fogunk elkezdeni dumálgatni mindenféléről. Hát ilyen kis provokatívan be is dobnám az első témát nektek, hogy vágjunk így a közövébe, hogy hát ez a heraldika, ez igazából senki se tudja, hogy ez micsoda, igazából nem egy nagyon komolyan vett tudomány az a mai életben. Mit gondoltak ti erről? Mennyire lehet ezt komolyan venni egyáltalán? Itt az Arsensisen belül, vagy úgy általában így a való? Hát ugye először talán ilyen általánosan gondolkodjunk róla, biztos van ennek egy története is. Ha megnézed, azért a mai napig jelen van, csak már nem úgy használjuk. Már nem feltétlenül nemesi házaknak, vagy esetleg személyeknek a logói, hanem cégeknek, vagy esetleg különböző irányzatoknak, országoknak, de máig megvan. És gyakorlatilag rengeteg minélt használják, hogy heraldikának, olyan tekintetben például, hogy a különböző alosztályoknak nagyon hasonló a jelképük, logójuk, vagy akármicsoda, ezzel jelzik ugye az összetartozás, de hogy mégis különböznek egymástól. De ugye ez a mai napig jelen van. De természetesen meg jóval hosszabb történelme van. Ja, hát valamelyik űrügynökségnek is egyébként heraldikailag, hát mondjuk úgy, hogy többé-kevésbé elfogadható címere. Mert nyilván ezeket már annyira nem lehet komolyan venni, de valahogy még jelen van egyébként a világban, és ha ilyen példákat akarunk mondani, mondjuk a 10 forintosnak a hátulján ugye ott van a nemzeti címmel, az egy heraldikai módszer szerint van kódolva, hogy ugye ilyen színekből áll össze. Tehát valaki ismeri, valaki behozza ugye a való életünkbe, más kérdés, ami már ehhez így szervesen nem kapcsolódunk, már ugye nincsen egy gyakorlati vonzata. Mi ez a logó, ez a heraldika akkor tulajdonképpen, most akkor ezt én jól értem, hogy ez egy ilyen történelmi logókészítés? Hát egy picit több, ez úgy mondják ilyen röviden és frappánsan a könyvekben, hogy ez a címerekkel és jelvényekkel foglalkozó történelmi segédtudomány. És akkor ezt elmondod, akkor gondolom meg, hogy a kettes szigorlatom. Bölcsészkaron, de hogy nyilván ennek azért van egy sokkal hosszabb története is, de lényegében ezt értik heraldika alatt. Na. Egyébként mondjuk szimbolikában akár hasonlíthat is mondjuk a logókra. Tehát, hogy ott is sokszor a színeknek van ugyanúgy jelentése, meg ugyanúgy van egy rendszer, ami alapján felépítik a mai ilyen különböző céges arculatokat, csak hogy annak már nincs meg az a fajta múltja, ami mondjuk ugye heraldikához kötni. De valóban hasonló gondolatmeneten alapszik. Isten igazából eleinte inkább magát úgy egy ilyen személyt jelölni, megjelölni, kijelölni, tehát hogy így elkülöníteni a többiektől. Ez volt úgy a funkciója. Meg hát sok esetben ez a betűkkel nem volt lehetséges, és szavakkal nem volt lehetséges, mert nem tudtak annyian olvasni. De például, hogyha megláttad mondjuk, mit tudom én, ez is alapon azt a írtózatos nagy aranykeresztet, akkor te tudtad, hogy az ott valaki, oda mi tartozunk. Láno, hogyha rajtad is volt egy olyan, teruádon is volt egy olyan.
Hát igen, azért sokat segít. Így van. Egy csatában, stb. Azért az úgy nagyon-nagyon sokat segített általában. Mondjuk pláne akkor, amikor például Európán belül történt a konfliktus, és több ilyen csapat egymásnak rom. Akkor ezért hasznos volt tudni, hogy éppen kivel áll szemben. És azt hogy kell elképzelni, hogy a minden egyes embernek volt külön címere, vagy ilyen bandériumoknak volt, vagy mégis ez pontosan micsoda? Korszak függő. Pontosan. Amikor kialakult a heraldik, akkor egyénenként oldották meg ezt, ha jól emlékszem. A legelső ilyen címek, ezek a kimondható gyakorlatias célt szolgáltak. Tudja az, hogy ki van veled, meg ki van ellened. Ugye mindenfélt is rászögeltek, meg rákötöttek a pajzsra, meg rámázolták. Valamit, ami távol és jól észrevehető, nem túl komplikált, hogy a csata helyében is felismerd. Esetleg, ha van melletted egy herold, aki ezeket meg tudja jegyezni, akkor az már sokat is segíthet. És akkor, amikor ott egymásnak mentetek és kialakult a bunyó, akkor azért nem volt baj, hogy látod, hogy éppen ki az, aki veled szembe jön, barát vagy ellenség, és ha ellenség, akkor esetleg érdemes lenne elrabolni, mert az egy gazdag család. Úgyhogy szintén ez volt az első hullám a címereknek, aztán később rájöttek, hogy azért ebből többet is ki lehet hozni. De egyébként ebben az, amit mondta, az is tök érdekes, hogy sokszor azért tették olyan látványossá, hogyha mondjuk nemesi származású volt, hogy ne üljék meg. Tehát, hogy látszódott, hogy nemes, és akkor tudták, hogy jó, ezt jobban megéri fogva ejtni. Tehát, hogy elkapni a helyet, hogy... Ilyen pállák volt. Hát így van, tehát... Amúgy tényleg, ha korabeli ábrázolásokon, az látszik, hogy nagyon durván pállák volt. De nézd, az van, hogy a maga az, hogy heraldika, meg az, hogy te az, hogy nemes vagy, és ezt te jelölöd magadon, az nagyon sokáig megmaradt. Tehát azt hiszem, a második világháború környékén volt, amikor elkezdték kiszedegetni a tiszteket, vagy az első világháború környékén, és akkor már nem viseltek annyira látványosan, nem viselték annyira látványosan magukon. Ez volt korábban is egyébként, de nem volt jelentés. De taktikailag ezt nem használták, így azt hiszem amelyik ilyen polgárháborúval kapcsolatban, nem az volt, az amerikai függetlenségi háborúnál volt az, hogy az angolok nagyon meg voltak sértődve, mert a felkelők a tisztekre céloztak. És ez egy ilyen íratlan szabály volt, hogy hát őket nem illik lőni, hát lőjük a sorbatonákat, azokért nem kell, de hát az egy ilyen férfias játékban, mint a háború, azért mégsem illik kilőni az ellenfelet, azért ennyire nem veszük ezt komolyan. Hát az amerikaiak igen, ők ennyire komolyan vették. Így van. Én most itt kezembe vettem közben egyébként a 10 forintost, ami, sőt nem is 10 forintos, én egy 100 forintost tettem a kezembe. És én itt a... Igen, kemény, gazdagságos. Ezzel mehetünk a spárba venni magunknak sok kiflit. Ó, te jó ég. Jaja. Ez pontosan 1/12 szájmaszk egyébként. Ha vennék egyet most. Szóval, de most minden is ez a lényeg. Azt látom rajta, hogy hát én nem látok rajta színeket. Viszont azt mondtad nekem, hogy vannak rajta színek, Bálint. Átvertél? Nem, hanem az a Colombier rendszerrel van kódolva. Ez úgy néz ki, hogy mindegyik színnek megvan az, hogy milyen vonalak jelölik. Ugye van vízszintes vonalkázás, függőleges, harántolt, van pontozás, meg amikor ki van hagyva. Már nem biztos, hogy ezt így egészen jól fel tudom meg idézni, de hogyha van a kezedben egy ilyen címre, akkor azon fogod látni. A legegyszerűbb az ezüst, nincsen semmilyen pont, a fekete az ilyen rácsozott, az arany az pontozott, a vörös, ha jól emlékszem, akkor az a függőleges vonalkázás, és talán a zöld, vagy nem a kék az, ami vízszint, és a zöld az harántolt. Mégpedig bal harántolt, azt hiszem, de már régen foglalkoztam ezzel az FS dogámban, olvastam ennek laposabban utána, amikor arra készülöm. És az a lényeg, hogy elég nehéz volt hosszú távon megőrizni a címereket eredeti formájukban, főleg az ilyen címeres könyvekben, mert hogy a festékek azok az idő során változtatták a színüket, ugye oxidálódtak, meg tudom, hogy mit csinál ilyen festék, de az a lényeg, hogy voltak olyan címerek, ahol mondjuk az, hogy az zöld, fekete, vagy ezüst, vagy kék színű volt, hát azt a leírásból lehetett csak tudni,
de gondolom az írásolvasás tudománya akkoriban sem volt annyira elterjedt, és valamilyen egységes rendszerre volt szükség, hogy mégis hogyan lehet úgy egy címert ábrázolni, hogy azt mindenki értse, és hosszú távon fennmaradjon, és hát az sem baj, hogyha egyébként nem kell ilyen hatfajta tintát kikeverni ezért, hanem egy fekete tintával el lehet intézni az egészet. És akkor erre volt több különböző megoldás, és ez Columbia-féle rendszer terjedtem, ezt használjuk ma is. Egész jó visszavontad egyébként. Néztem közben a magyar címet. Jelenkinek elnézést. Annyit tűznek az egészhez még hozzá, hogy azért ezzel nem kifejezhető mindenféle szín. Tehát a heraldikában adott színek voltak, egy adott színkultúrával dolgozik. Például ebben nincsen benne a narancssárga, vagy a különböző kék árnyalatok, legalábbis a klasszikus heraldikában. Igen, ez így van, még a kolumbiai rendszer nem is foglalkozik ezekkel a színekkel, de voltak olyan területek, meg a későbbi heraldikában, hogy pont volt narancssárga, meg kék árnyalatok, de a kolumbiai rendszer ezzel már nem foglalkozik. Azt mondja, hogy van a kobaltkék, van a vörös, meg van az arany, és akkor az örüljön annak. Talán tehát ilyen RGB kódok nincsenek akkor a BL rendszerben. Most itt tökre sokat emlegettétek, hogy korai heraldika, meg késői heraldika, meg első világháborúban mi volt, meg nem tudom. Ezek szerint akkor ezt így korszakokra lehet építeni. Milyen korszakok jelentek így meg ebben a művészetben? Hogyha ezt lehet egyáltalán művészetnek mondani, mert lehet, hogy mit is mondtál, hogy segédtudomány? Segédtudomány. Van művészeti ága, van ilyen, hogy címer művészet, de ez csak egy része a heraldikának. Uh-huh. Na melyikünk mondja? Ki az, aki villogni akar tudásával? Attila, mint a legifjabb tagunk. Én passzolom. Passzolod? Most az ebben a Wikipedia-ra. Várj, mondjam. Te írtál vele egy szakdolgozatot, szerintem bármit mondanék, az nem lenne annyira informatív, mint amit mondjuk te mondhatsz. Úgyhogy nem mondtam, hogy hozzátéve 5 éve jártam a szakdolgát. De van benne provosztik kurzus, tehát írtam a anyagot is belőle, meg így vizsgáztattam is, mert azért még a hallgatók idén nem adták rá a művéket. Hallott, Pisti? Igen. Mert például pedig főheroldunk, Pisti fog nyáron heraldikából vizsgázni a nyáron. Ja, ez gyönyörű egyébként. Visszatérve, tényleg mi többnyire a korai heraldikával, a korai anglo-norman heraldikával foglalkozunk, de már azért nálunk is vannak enyhe módosítások, enyhítések. Tehát nálunk is próbáltuk megtalálni az egyensúlyt, mert persze van utána a késői heraldika, amikor már nagyon sok minden díszítés lett, de ez elveszítette a jelentőségét mi környékén, bánik, ami 1600-as évek talán, amikor már így vásárolni lehetett ezeket. Hát szerintem korábban is volt, szerintem 1500-as évek már biztos volt, de szerintem területenként el is tért, ami hol volt. Igen, nálunk a címerek eleve ilyen 300 évvel később jelentek meg, mint nyugaton. Nyugaton már nem is volt akkor a nívója ennek, nem volt olyan fontos, nem meg éppen akkor jött be, hogy hú, hát most már van címerem. Tegyük hozzá, hogy Magyarország teljesen másodat járt be címer tekintet. Abszolút. Tehát az nagyon sajátságosak a magyar címerek, de visszatérve egyébként a kérdésekre, utána ez így jó darabig ez nem nagyon használták, tehát ilyen kisebb jelölésekben maradt meg az ilyen nemesi familiák vitték tovább, de ott már nem volt az a szabályszerűség, mint régen. És ezért mi a korai anglo-norman heraldikával foglalkozunk, aminek még viszonylag egyszerűen körülhatárolható egyszerű szabályai vannak. Annyiban persze módosult, hogy szeretnénk koherensek maradni magunkkal, és ezért a korai címeket, amiket elfogadtunk, abból át engedünk mi az jelölési formákat, vagy hasonlókat. De igyekszünk minél jobban megőrizni ezt a fajta integritásunkat, hogy
próbáljunk maradni az egyszerűnél. Emiatt sok esetben nagyon egyszerűsíteni kell a címereken, hiszen annyi mindent szeretnénk kifejezni, de ez a jelölési rendszer nagyon régi, és ezért nagyon egyszerű alakzatokat használni, nagyon egyszerű formákat és szabályokat, amiben egyébként majdnem, hogy végtelen mód lehet variálni. Pusztán azt, hogy mit tudom én, ezüstmázra ráteszel egy zöld vatkant, de hogy ez a vatkant merre néz, milyen helyzetben van, csak a feje van, vagy az egész teste, négy lábon áll, két lábon áll, van-e valami a mancsai között, nincs, szana szét lehet variálni. Csak nagyon sokszor ez itt a nehézség. Így az egyesületen belül például, hogy nagyon modern szemlélettel állunk neki a heraldikának, és mindent, vele, mindent ki szeretnénk fejezni vele. Holott kevesebbel, néha sokkal több mindent ki lehet fejezni, számunkra is letisztul, hogy mit szeretnénk ezzel, mi a célunk, vagy mi jelöl minket a leginkább. Igen, eleve változott a funkció ezzel egésszel kapcsolatban, hogy amit az egyesületben csinálunk, az az önkifejezésnek egy formája. Hát azért a többségünk az önkifejezésnek jóval gazdagabb lehetőségeit ismeri meg, mire eljut odáig, hogy akkor ő címert akar csinálni, és ő a heraldikának, az anglo-norman heraldikának a szabályait elég erős korlátnak szokta megélni. No, de amikor ez élő volt, ugye az élő heraldika korában, így szokták mondani, akkor nem is te rajzoltad a címeredet, vagy nem is te találtad, hogy mi lesz rajta. Adományozták neked valamilyen általán hőstet, vagy valamilyen jellegzetességed jelent meg rajta, de a hűbér tudod legjobb, a király döntötte el azt, hogy mi az, amit mégis ki akar hangsúlyozni a címereddel. Hát ebből elég sok mindenki tudja, de némelyik sztori egészen mulasztató, némelyik ilyen kb. A mai ilyen legolcsóbb politikai manőverekre emlékeztet, meg van néhány ilyen kimondottan hát cool hős történet is a címerek. Erre például pont tudok példát hozni. Cool sztoridan? Ha, munkám miatt voltam Lengyelországban, Zamosban, és a helynek a címere az vörös alapon három aranylándzsa, vagy kopja. Tehát is igazából kopja lenne, csak úgy annyira nem vagyok jó lengyelben, hogy a különbséget felfedezzük. És a sztori elmögött az, hogy az, aki é volt ez a terület, vagy ezért kapta a családja, nem tudom pontosan, de hogy a királyt védelmezve halt meg, vagy valami, azt hiszem, valami ilyesmi volt, nem, de az, hogy valami három lándzsát is bekapott, vagy ilyesmi, és így puf, tessék. Így ez lett a címere, és akkor ugye ő meg is halt, de ugye a családja örökölte ezt az egészet. Aha. Az betám. Ilyen sztorik egyébként vannak még. Még ugye most van az osztrák zászló példaként, ez egy Babenberg címer eredetinek, és az a legenda köthető hozzá, hogy elment a lovag a csatába, ott hentelt nagy lelkesen, és amikor hazaért, akkor minden tiszta vér volt, csak az a rész maradt meg a páncélján, ugye fémszínűnek, amit az öve eltakart, és akkor azért van az, hogy vörös lapon ezüst pólyát láthatunk az osztrák címerben, mert az a pólya lényegében az a rész, amit nincs összevérezve, és akkor ezzel a lovagnak a hősiességét akarták kihangsúlyozni. Hát mindenki döntse el maga, hogy mennyire állál meg a helyét az értékrendmagság. Azért, hogyha ilyen alapján osztanának ki egy hasonló címet, mondjuk egy amerikai tengerészgyalogosnak, amikor hazajön Afganisztánból, lehet, hogy nem ugyanaz lenne a társadalmi fogadtatása, mint a... Leszáll a gépről, akkor jön így. Erre voltak a levágott forfejek. Ja. Igen, igen, egyébként meglepően sokan akartak csinálni egy egyesületen belül olyat, amiben, nem tudom, levágott török fej, meg ilyesmi. És igen. Szóval azt hiszem, azon az állásponton voltunk, hogy ha csak nem tudja bizonyítani, hogy ez valami családi címer, amit így örökölt, vagy ilyesmi, akkor nem hiszük, hogy a mai kultúrában ez annyira elfogadható, ja, hogy mondjam. Jönnek a rendőrök és mondják, hogy nem tényleg levágott egy srácot. Igen, 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 igen. Azt
aztán meglátjuk, mi lett belőle. Ez, ennek nem volt semmilyen más ilyen többlet jelentése? Mert értem, hogy a csávó mondjuk hatalmas vitéz volt hát a végül, amikor levágott egy töröket, de... Alapul az... ugye a török, igen, az arra vonatkozott, amikor ugye voltak még a török megszállás, és akkor a vitézségének a jelölése volt, de igazából érdekes, mert egyébként vannak levágott négerfejes címerek is. Ó, ezek gondolom... Az viszont, az jóval ritkább, meg szerintem, amiről... Az későbbi szerintem amúgy. Igen, 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 de egyébként a másik pedig az, hogy mind a keresztes háborúkban volt az a levágott mórfej. Ja, igen, a mórfej, tényleg, az is volt. Igen, és meg az Ibériai félsziget, tehát, ez, tehát természetesen ez történelem függ. Ja, akkor megmondom így... Reconquista miatt. Így van, pontosan. Tehát az, és pont ezért az Ibériai félszigeten terjedt el, Magyarországon terjedt el, például a török részen, pont, meg ugye a mi környező államai, tehát a minket körülvevő országoknál, illetve akik részt vettek ilyen nagyobb hadvezérek a keresztes háborúban. Most még pont oroszlán Szűriák jutott eszembe, aki baromira nem ez lett a címere, de hogy hozzá hasonló embereknek lett például ez a levágott mórfej. És hogyha én adott esetben, nem tudom, van olyan, amire el tudjátok fogadni mondjuk azt, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretne mégis egy levágott mórfejet rátűzni a címerére, tudjátok róla, hogy nem gyilkos, vagy hát nem vallja be legalábbis, de hogy bármilyen olyan sztorit elmond, hogy neki az olyan rohadtul fontos, és ő megvalósítana azzal, hogy a fölkerülni az a fejecske, akkor be tudnátok ezt engedni? Egyébként most ezt jó, hogy mondod, mert pont azt mondjuk, hogy alapvetően tényleg roppant szigorúak igyekszünk lenni a szabályokkal, hogy tényleg, de pusztán azért, mert hogyha egyszer csak résnyire nyitjuk azt a Pandóra szelencéjét, utána buf, kiömlik minden belőle. Van is ezzel kitanázottánk. Viszont, ha azért valami, tehát így megmagyarázzák, nem kötelező megindokolni, hogy miért ez a címered, mert ez az önkifejezés jelölése nálunk, de ha megindokolják, és általában valami tényleg családi dolog van mögötte, vagy ilyesmi, akkor egy nem biztos, hogy azt engedik, de engedékenyebbek szoktunk akkor lenni. Tehát garanciára, első garancia, de hogy így, akkor általában, hogy össze szoktuk dugni a fejünket. Én például egyszer majd lehet, hogy én is fogok egy címert módosítani, bár a szembe mennem nagyon sok mindennel, de ezért nem is kezdtem még el, meg nem tudom, hogy valószínűleg megcsinálna egyáltalán. De én például egyszer szeretnék elhelyezni egy Szent János bogarat a címeremen. De ezt a sztorit már szerintem elegen hallották itt az egyesületben. Szerintem nem mindenki. Úgyhogy nyugodtan. Majd nem. Majd esetleg. Itt tökre az ötlet, ha már így elkezdted, akkor most már végigmondod. Jó. Ez a teaser trailer. Nem, hát annyi volt, hogy még kezdő voltam, és az első edzőtáborom volt, és zászlórablásra indultunk. Talán ott volt, Sántal Laci, nem emlékszem, talán nem még onnan, mert ő volt az egyik első, akivel úgy megismerkedtem. De kiszámoltunk mindent, mikor kell indulnunk, mikor jön az őrjárat, meg minden. Elszámoltuk magunkat. És ahogy elindultunk kifelé, szembe jött velünk az őrjárat, és így mindenki így szétvetődött. És így mentem volna be egy ház mögé, de ott lapult valaki, és csúnyán nézett rám, hogy ne menjek oda, mert akkor le fog bukni. És beugrottam a bokorba. Na hát ezt persze mindenki hallotta, és jöttek oda a bokorhoz. És így látom, hogy egyre közelebb vannak, már így feszült a kezem ott így a kardom alkulatán, hogyha ezek ide jönnek, hát így előrobbanok és pofozok minden irányba. Tehát így én magammal viszem őket. És mert tényleg, már alig hallottam valamit, mert így annyira dobogott a szívem, meg minden ott a sötétben. Tehát úgy is egyre közelebb jöttek, úgy szólongattak, hogy van-e ott valaki, nincs, hogy jöttek. És aztán elkezdtek körülöttem szállni Szent János bogarak. Az egyik mondta hogy a másnak, hogy hagyd, nincs ott senki, mert akkor nem lennének ott Szent János bogarak. És utána ugye elsétált mindkettő. Mert te beszagoltam is. Hallod, ez annyira gyönyörű emlékem maradt így az egyesületem belül, hogy így gondolkodtam, hogy egyszer valamikor elhelyezni egy Szent János bogarak a címeren belül, csak még nem megoldható jelenleg. Próbálom kitalálni, hogy hogyan tudom megpuhítani a Roldi követ. Hát, te vagy egy érdekes helyzet. Tükör előtt próbálj megnyitatkozni magaddal. Jó, persze, mert le tudom én is zokni bábokkal, de azért, hogy veszi azt ki magát, hogy a fő Herold felrúgja a szabályokat? Hát szerintem, hogyha csinálsz... Hát, erre tudnék pár példát mondani, de inkább nem mondom. Jó, Gázi, azt látom egyébként, hogy ezek szerint akkor a heraldi kultúránkat
azt visszavezítitek egy nagyon-nagyon ősi, tulajdonképpen a heraldikának az első verziójára, jól értettem, ugye 1500-i voltak itt megnevezve talán, vagy ezek korábbiak? 1100-as évektől származik. Most már a 11. századból indult, és aztán 13. század az élő heraldika kora. Annyi, hogy ez regionálisan is változik. Mi az anglo-normannál maradtunk, mert az az ilyen... Olyan dolog is, hogy az igen. Hogy áttekinthető, mert például a magyar heraldikában egy csomó olyan dolog van, ami így ránéz az ember, és így már azt hiszi, hogy végre talál valami rendszert, és egyszer csak talál egy címet, és ez mi az Isten? És akkor kiderül, ugyanúgy hogy... ugye a francia, a germán, a mondjuk a... Mit ad Isten? A germán, a spanyol, és a... Mi az? Francia heraldika azért iszonyat nagy átfedésben van, de ennek vannak történelmi okai. Na, én most igazából abban az irányba gondolkodtam, hogy nagyon furcsa az, hogy egy jóval korábbi tradíciót alkalmazunk, mert történelme korábbra tehető az a heraldikai tradíció, amit alkalmazunk, mint azok a vívó kultúrák, vagy vívó tradíciók, vívó hagyományok, amiket mi egyébként vívunk. Hát, melyik tradícióra? Hát ugye, mit tudom én, az I-33 ugye a legkorábbi, az 1200-as évek, és akkor még élő heraldika volt, de azt követően igazából a vívó tradícióink nagyon gyorsan kifutnak ebből az élő heraldika korából. Tehát 389 ugye Lichtenauer, 1410-20-as évek a Fiore, és onnantól kezdve pedig már ugye nagyon sok más forrásunk van, csak azzal annyit nem foglalkozunk. Akkor az élő heraldikának a vége? Jól értem? Igen, de Boni, még sokat fogsz kapni. Ráadásul se nem olasz követünk, se nem németet. Igen, ennek így, mert gondolom van, lehetnek eltölteni összefüggései, de ezt kutatni kéne. Ugye azok a tradíciók, amiket mi tanulunk, azok már nem is ezekre a csatakontextusokra építenek, hanem párbajokra, akár istenítélet párbajra, akár sorompóban történő vívásra, de maga a kontextus is olyan, hogy az valószínűleg nem azt a fajta heraldikát kellett már használni, mint ami az élő heraldika korában fontos volt. Ugye abban a korszakban, amit mi szoktunk tanulmányozni vívóként, és mondjuk nem Fiorét mondanám meg Lichtenauert, hanem az én Marozzóra szerintem ez már passzol, ott már nem voltak heroldok a klasszikus értelemben, hanem egyetemen volt tárgya heraldika, és mindenfélivel összemosták, hogy volt benne horoszkóp, meg alkímia, meg mit tudom én, rengeteg mindenhez hozzákötötték, és hát nyilván nálunk ugye a lovakkor az, ami valamilyen értelmeni identitást adna az egyesületnek, vagy legalábbis innen indult ki eredetileg, ugye benne is van nekünk benne, hogy lovagikor és vívó egyesület. A lovagok meg hát mégiscsak az élő heraldika korában voltak, úgyhogy az élő heraldika korához is kötjük ezt a rendszert, az pedig az anglo-norman heraldika, annak van sok forrás, az egy jól áttekinthető rendszer, könnyű megérteni, könnyű ábrázolni, úgyhogy ez alapján egy ilyen kis eltolódás a kettő között. Azt tudom esetleg így megállapítani ezek alapján, akkor az ilyen nagy felismerésem, ami aztán persze nem egy hivatalos kijelentés, de tök érdekes, hogy az Ascensis identitása, akkor ez egy jóval régebbi ideavilágra épül, mint az Ascensisnak a vívó tudása. Tehát amit mi levívunk, az ugye az 1389-1410-20, amit meg vallunk, azok az ideák pedig jóval korábbiak. Aha. Hát, mikor volt az, amikor írta meg... Hát az Ramirez, vagy hogy valami járbetűs nevű lovag, a lovagi ideákat és lovagi... Ramon Lull. Ramirez, köszönöm. Ez a hegy lakó, mire te gondolsz. Csíptes. Ez az. Tudtam, hogy járbetű. Mint Lull. Lép alatt tekmolyolók. Igen, tehát... Vagy Zsófaj, de Sárnyi, tehát voltak ilyen lovagi kódexek, amik kifejezetten arról szóltak, hogy
hogyan maradj épelmű, mondjuk, vagy milyen erényeket köves. Tehát foglalkoztak a lovagi identitásra, kultúrával, értékrenddel. Ezek le vannak írva. Ezek mondjuk jogok köthetők ennek az írva heraldikához. Amikor effektív a vívásról írtak már, akkor a heraldikának is máshol a szerepe Európában. És mit csinálunk mi ezekkel a címerekkel? Itt már egy kicsit éles váltás ez a dolog, de hát ugye Bálint, te írtál be egy szakdolgozatot, hogy az önmegvalósítás az hogyan kapcsolódik ehhez, de biztos, hogy nem csak önmegvalósítást jelent. Mit jelent nekünk a címertan itt 2020-ban az Arsensis Egyesületben? Milyen szerepeket lát el ez a dolog? Mit kell itt elképzelni? Azok, akik mondjuk most elmennek Arsensis edzőtáborba, és ott most megvédik majd a címerüket, azok mit kapnak azzal, hogy a címerük lesz? Nekem az egyik kedvencem egyébként ezzel kapcsolatban, hogyha már így szabad, hogy amikor tényleg megérkezünk valami rendezvényre, és ott lobog kint az a rengeteg címer, és eleinte még csak szép-szép-szép, de amikor már elég ideje vagy az egyesületben, és már ismered őket egyesével, és te csak végignézel, és nem is látod ott a tömegben az arcokat, de ott látod a címereket, ott megnézed, és akkor már tudod, hogy ki van itt, mit lehet tudni, meg mi egymás. Hogy ezek így valahogy jobban megmaradnak, nem tudom pontosan. De ez annyira egy ilyen, nem tudom, nekem ez az egyik kedvenc élményem vele kapcsolatban. A másik pedig az, hogy tényleg ez a, amikor ránézel a címeredre, persze egyénfüggő természetesen, de vagy azt fejezi ki, ami te vagy, vagy ami számodra fontos. És ha így csináld meg a címeredet, akkor az írtó sokat tud neked segíteni. Tényleg egy egyszerű jel, csak így mit tudom én, már hullafáradt vagy, nem tudom, hanyadik párba után, nem is ez a te napod, a szomszédtelne után a tied is megdöglött, nem jó most ez így. De ránézel a címerre párba után, mély levegő, és egyszerűen újra bele tudod vetni magad, mert emlékeztet téged arra, hogy vagy arra, hogy te ki vagy, vagy az, hogy mi számodra fontos, ami esetleg még fontosabb magadnál is. Elég coolul hangzik, tehát akkor van ennek egy ilyen kijelző funkciója, hogy így ki van írva, hogy Ügyes István itt van a rendezvényen, meg azért van egy ilyen lelki üzemanyag is. Egyébként ehhez még a kijelző funkcióhoz csak gyorsan, hogy ez a táborban egyébként a legjobb, amikor mindenki kirakja a kis borokja elé, hogy hol lakik, és sokkal egyszerű megtalálni az embereket. Mert csak így négy futsz a faházak előtt, és megnézed, jó, itt a címer, akkor valószínűleg itt lakik, és akkor be tudsz menni, és meg tudsz találni. Egyszerűbb még üvöltözni valakinek a nevét. Egyébként annyit fűznék még hozzá ez a jelölésrendszerhez, hogy a legelső plüsimen rajta van a címerem, és nemléget újra pofoz meg minden, de kölcsön adtam egy srácnak, egy ilyen ismerősömnek, aki el akarta kezdeni ezt az egész hosszú kardívást. És elment kezdő edzésre, de azzal a karddal ment el. És állt mellette ott a körben valaki, és így meglátta azért, mondta, hogy így meglátta, hogy a kard a kezében, és így rámerett így a címerre, és így csak annyit mondott, hogy az az Ézsiásé. Mondta a haverom, hogy hát igen. Tűzdémon van benne. Hát így kb. Úgy tűnik, hogy negatív. Ez a plusid volt, Misti? Igen. Egyébként a címerek sztoriára nem tudom, miért tudtok. Ez egy aránylag ilyen régi. Hát már lassan 20 éves, hogy nekünk címereink vannak. Ezt hallottátok már? Mondd még egyszer. A címereinknek a történetét, azt hallottátok? Mert miért vannak címereink? Mert nekem csak tippem van rá, de ha kifejted, akkor biztos, hogy jobban el fogod mondani, mint én. Ugye amikor megalapították a Szabolcsék az egyesületet, illetve a jelenleginek a jogelődjét, vagy nem tudom, hogy lehet ezt értelmesen megfogalmazni. Lényeg a lényeg, ők ugye ilyen távolkleti harcművészetből jöttek át, és ugye úgy voltak, hogy majd ők az európai megalapítják, aztán később kiderült, hogy hát ez mások megcsinálták. No de,
Ugye ez fontos volt, hogy itt is valahogy jelöljék azt, hogy milyen mérföldköveket tettetek meg, mint ahogy a karatéban vannak fekete, meg zöld, meg ilyen-olyan színűről. És azon gondolkoztak, hogy hogyan lehetne ezt ide úgy behozni, hogy ez ne kultúridegen legyen, hanem kötődjön az európai hagyományokhoz. És akkor kiderült, hogy a címereknek azért volt egy ilyen jellegű funkciója is, és hogy tulajdonképpen a mi címereink azok a fajta övek, amiket a karatésok is hordanak, hogy éppen mit értél el, és akkor a Scholder 1, Scholder 2, Scholder 3 az olyan, mint amikor ezeket a kis csíkokat vartott fel az övedre, még mikor jártál karatére. Az előző kérdésre visszatérve meg szerintem a címer funkcióját tekintve, ez van ilyen felnőtté válási, a közösség való beilleszkedésnek a ilyen szimbólum, vagy ilyen, hát az számítógépes, hát jobb ott fogod, ilyen quest, hogy végig kell járni, hogy hogyan épülsz be ebbe az értékrendszerbe. Már csak azért is, mert ugye egyrészt van neked egy ilyen képet, hogy mik a fontosak neked, milyen vagy, ahogy a Pisti fogalmazta is, meg van egy rendszer, amivel meg kell tudnod beilleszkedni. És egy ilyen kölcsönhatás alakul ki, hogy te valamilyen szinten meg tudod formálni a rendszer formál téged, és akkor ennek hatásra jön létre egy címer, pont úgy, mint amikor az ember belejösszik egy közösségben, és ugye azzal, hogy ott megjönnék, valamilyen hatást fejt ki, megváltoztatja a csoportdinamikát, de mégis a csoportnak a szabályait el kell, hogy fogadja, mégis be kell, hogy illeszkedjen, alkalmazkodik, fel kell vegye az értékeket, hogyha azt te meg akarod maradni. Szerintem a címer készítés, vagy a címer védés, az ezt helyezi ki. Ebből a szempontból egy tök fontos dolog. Ami nem csak az rendszerben, hanem úgy általában az életben egy olyan dolog, amit meg kell tudnia lépni szerintem egy felnőtt embernek, egy felnőttségre aspiráló embernek. Pont ezt akartam mondani én is egyébként, hogy most többet nem is akarok róla beszélni, de hogy maga a címervédésnek is van egy ilyen, mondhatni, kvázi rituális része, amikor a közösség elfogadja azt a személyt, aki ugye a sorai közé, aki innentől kezdve most már címerre rendelkezik és kiteszi a többiek közé. Meg szerintem ennek van egy olyan része, hogy ezzel fel, tehát főleg akik úgy csinálják, mert ugye arról nem beszéltünk, de az alapvetően nem követelmény nálunk, hogy úgy készítsen az ember címert, hogy az mindenképp őt reprezentálja, vagy a céljait, vagy ilyesmi. Igen. De hogy ezt így inkább ajánljuk, mert egy nagyon érdekes út, amikor ezt így elkezdett kitalálni, de hogy nem kötelező. Tehát ha csak valakinek tetszik egy, nem tudom, virág, és rá akarja rakni, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy nem, hogyha egyébként a szabályoknak megfelel. Viszont, hogyha pontosan valaki azt választja, hogy kifejezi azt, amit ő el akar érni, vagy amit fontosnak tart, vagy aki ő, akkor ennek van egy olyan része, hogy utána meg fogják az emberek kérdezni, hogy miért van rajta az. És hogy az embernek meg kell tanulnia azt, hogy felvállalja azt a fajta hozzáállást, amit megjelenik a címerén. Szóval ez egy kicsit ilyen nem tudom, ilyen önkinyilatkoztatás is, hogy amikor kirakod a többiek közé, akkor tudod, hogy te ezt nyíltan vállalod, ezeket az értékeket, amiket ott rögzítettél. És nem mondhatod azt, aki megkérdezi, hogy hát ez csak úgy oda került, vagy nem tudom, tehát hogy szerintem hát jó, van az ilyen rész is. Attila, azért tegyük hozzá, hogy nem mindenki szereti megosztani, például csak magamban indulok ki. Én például nem szeretem kifejteni általában, tehát az külön le kell ülni, külön beszélgetés kell hozzá, mert én azt a címet például én magam miatt választottam. Az nekem annyi mindent jelöl. De hogy az így, ha most nekem megkérdezik, miért ez van, akkor én annyit fogok mondani, hogy jó, ez volt. Attilának a gondolat, mert arra utalt, hogy neked azzal, hogy te a címedre ráraktad azt a fordított tömegát, azzal te elköteleződtél értékek mellett, amit azt fogsz rögtön mindenkinek az orrába dörgölni, de te még amellett elköteleződtél, és tényleg egy tökre nagy választóvonal, hogy ahogy így integrálod. Ja. Hát itt említettétek azt, hogy ezzel tulajdonképpen az emberek azért csinálnak, vagy azért is csinálnak címert, hogy így a közösségbe így beilleszkedjenek, de én azt hiszem, ez nem mindig zökkenőmentes egyébként. Mert azt sem tudom például egyébként, hogy egy fordított omegát egyáltalán el lehetne fogadni most. Nem vagyok. Nem. Hogy így fel nem kéne. Mindenben nekem a legkosabb, mert az enyémet se lehetne egyébként elfogadni. Sőt, figyeljetek már, hát ezt a Bárintét sem, Attila, ti élet elfogadni. Az enyémet az biztos, hogy nem. Enyémet az már akkor is necces volt, amikor elfogadtattam, csak
Szerintem a Dokinak elege volt belőlem, aztán már görvült, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor ugye... akkor még hát keveset könyvet olvasott erről, úgyhogy azt mondta, hogy hát köbben megfalám. Az én címem egyébként az egyik legpontatlanabb az egyesületben, hogyha az axiomatikus heraldikban szabályait vesszük. Más szempontból szerintem tök jól össze van rakva, csak azok a szempontok mondjuk abban a rendszerben nem jelennek meg, amit mondjuk most használunk. Attila, a te címered az mennyire felel meg most? Vagy ha már ilyen anarchista itt három ember, akkor te hogy vagy ezzel? Hát igazából szerintem már csak azért, mert hogy én nemrég védtem ahhoz képest, ami mondjuk a tiétek. Így valamilyen szinte muszáj volt, hogy megfeleljen, tehát gondolom megfelel. Konkrétan emlékszem, hogy Attila címerét én prezentáltam az, ugye a heroldoknak. Már aztán valahogy így volt, hogy nézzétek, itt van Gerényi Attila, a német középhaladóra jár, aztán nem tudom, ott még kettő volt, hogy egyre vagy kettő, nem tudom. Így tessék. Egyre. Szerintem ezzel nincsen probléma. Ők meg én mondják, ja. És Isten igazából ennyi. De nem is a tiéd volt a rekord, hanem az konkrétan egyedül, tehát ilyet nem csináltam még, sőt, szerintem előtte sem nagyon, egyedül elfogadtam egy címert, és Isten igazából csak heraldi körnek jeleztem, hogy ez a címer el van fogadva, bármi is van. És így Kálmán. Tényleg, Nagy Máté Kálmáné, így van. Ja. Azt így belögtem a heraldi körnek, hogy ez a címer el van fogadva. Ők meg micsoda, megnézték, igen, az el van fogadva. Semmi lesz a bájnak nem megy ellenében, tehát. Így van. Nekünk igazából mondom, nem vagyok olyan, hogy mind az irodalomtanárok, hogy akkor meg kell tudod magyarázni, hogy mit jelent, hanem nekünk az a dolgunk, hogy amit tudunk a heraldikáról, azt érvényesítsük az új címereknél. Ezek ilyen szabályszerűségek, ugye valamilyen szinten az egyesület identitásának a része, de hogyha ezeknek a formai szabályoknak megfelelsz, a tartalmi része az olyan, hogy feel free, aztán legfeljebb később majd fel akartak nézni Szent János magadat. Azért legyen gyorsan rögzítve egyébként, mert nem vagyok biztos benne, hogy hirtelen mindenki nekiugrik az arsensis.hu-nak, hogy a Kálmánnak mi a címere. Mi a címere a Kálmánnak? Egy fehér. Ezüst. Hajs. Egy erős ezüst. Ezüst. Ja, akkor jól emlékeztem. Jó. Amit is akartam még mondani, ja igen, tehát hogy egészen biztos, hogy voltak ezzel nektek nehézségeitek, amikor jött egy-két olyan arc így az egyesületben, akik végigcsinálták az egy évet, tartották a markukat a Scholar egyért, és beállítottak egy címernek nevezett érdekes grafikai képződménnyel. Erről biztos, hogy volt ideitok. De ez egyébként annyira egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, én ebben látom a problémát, hogy elbeszélünk egymás mellett. Tehát most te jó ég, annyira köszönöm a Horváth Imre Sanyinak. Annyi mindent tett most azért, hogy úgy néz ki, hogy tisztázódik a dolog, hogy így mit várunk el az emberektől, és hogy, vagy nem is az, hogy mit várunk el, hanem hogy mik a szabályok, hogy egyértelműek legyenek. Mert jó, mondjuk az nem tudunk mit csinálni, hogy valaki nem olvassa el az útmutatót. De most ez nagyjából úgy le van tisztulva, Sanyi összeszedte, összeírta, mi egymást nem sokára ki fog kerülni az oldalra, és ez, mert azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek úgy csak tényleg, csak miért megnyilvánulni szeretnének, önkifejezni szeretnének, de hogy olyan módon, hogy az annyi szabálynak megy szembe, és értem az álláspontjukat, és tényleg nem ellenük vagyunk. Ez az egyik legfontosabb, hogy mi is igazából segítenénk. Tehát úgy tekintek a heraldi körre, mint egy szótár, ami segít lefordítani az elképzelésüket a heraldika nyelvére. Ó, hát akkor kicsit kultúr idézet is lesz. Sanyi a király, egészen biztos. Megjön te jó ég. Most a heraldi karrieretekre, akkor mi volt az a legelvadultabb, legfurcsább, legfogadafejedebb kép, amivel szembe jöttek veled emberek, és azt mondták, hogy ezt ők most szeretnék a címerüknek. Vagy nem tudom, mennyire lehet ezt megosztani egyáltalán, hogy mennyire... Nézd, én
szerintem azért elég izélár, nem, tehát én azt fontosnak látom, hogy egy ember, amit ki szeretné fejezni, azt vegyük komolyan, és tényleg ezért van az, hogy segítsünk neki. Mert tényleg ez a fontos. Nem kinevetni szeretnénk, vagy semmi olyasmi. Persze láttunk már vad megoldásokat, nem is ez, hogyha mégiscsak kidomboríthatnék valamit, akkor nem is ugye a megvalósítások, hanem inkább a hozzáállások. Van egy kedvencem például, aki először, nem is tudom, talán rám írt először, hogy itt van ez a címer, egy számítógépes játékból vette. Mondom, ez erős, de mondom azt, hogy nem rossz, de hogy itt és itt és itt nem megoldható, a többi jó, de hogy hogyan tudnánk ezt átalakítani. Majd ráírt egy másik Heroldra, hogy az előbb beszélt egyel, de az úgy néz ki, nem ért hozzá. És így... nem, igaz, szerintem nem hitte azt, hogy mi kommunikálunk egymással, vagy valami, és így... Hát, a szerencse. De valami kávé, tehát ilyen volt például. De mit ad Isten, ugyanezt mondta a másik Herold is. Erre egyébként, hogy lehet, vagy lehet erre így reagálni, tehát hogy amikor ugye... Kitörled a válaszímért. Hát nem csak, azt akarom ezen mondani, hogy most a témát egy kicsit visszafordítjuk. Tehát hogyha te én mondjuk hozni akarok egy gyűrűkúrás motivumot az én címeremre, akkor én azt tudom mondani, hogy amikor mondjuk ezzel tegyük fel, te vitába szállsz, hogy ezt nem kéne. És akkor én el tudom mondani neked, hogy de figyelj, az van, hogy ez egy irodalmi költeménynek, vagy műnek a része, ez egy kultúrának a része, és ennek a kultúrának a részét szeretném beemelni. Most ugyanezen a vonalon menve, hogyha a Dark Souls-os sárkányt akarom behozni, akkor ezt én miért ne tehetném meg, ugye? Vagy behozhatja a Dark Souls-os sárkányt, csak én vagyok ilyen hülye, hogy azt hiszem, hogy nem. Nem, így ez egy az egyben nem. Valamit alakítanod kell. Olyan lehet, hogy hasonlít valamire, vagy valahogy kifejezed. De például egy az egyben, nem tudom, én például nemrég játszottam végig a Dark Souls körülbelül egy év után, mert addig volt időm, és akkor mindig elfelejtettem, hogy hogyan kell játszani, és szanaszét vertek mindig. De legyőztem az egyik legnehezebb bosst, és komolyan mondom, ha nem lenne címerem, most komolyan rányomnám legszívesebben a fekete sárkányt a címeremre, de hogyha egy az egyben ráteszem, az anakronisztikus, mert egy olyan dolog van rajta, ami később jelölt meg, az már egy konkrét valami. De ha te például rátesz egy fekete sárkány, aminek esetleg más alakja van, mondjuk piros szemmel, és csak egy szeme van, az már nem ugyanaz lemásolva, hanem számodra, amit kifejez. Az már megint más. Tehát ilyen tekintetben van holtjáték. Tehát te összerakhat dolgokat, de azért a klasszikus heraldika alapján. Tehát légy szíves, ne ilyen, mit tudom én, egy ilyen non-figuratív tetovált sárkány, vagy mit tudom én, egy ilyen lila onyxiát így rácsapsz a World of Warcraft, vagy mi az? De World of Warcraft. Ha, jól mondtad. Tehát érted, az nem így működik. Jó, nem, átgondoltam, akkor lehet, hogy szeretnék kérni egy sárkányt és egy lakatot, olyan kis belsős poénnak. Csak nem bírtad ki. Guys! Egyébként nem lehetetlen, belefér a heraldikába, megoldható. Simán, hát el van zárva a sárkány a toronyba egy lakattal, és a király lenyőrzi. Van egy nagy-nagy misztérium itt az Egyesületben, talán ti hárman heraldok meg tudjátok nekem válaszolni, sose látjuk. Kis Tamásnak van-e címere? Hú, mi az, hogy? Fiatal volt és bú. Na, például az a címer nagyon szépen összefoglalja mindazt, amiről eddig beszéltetek, hogy ugye, amikor ki akarsz magadról fejezni, akkor nem árt, hogyha komolyan elgondolkozol azon arról, hogy ki vagy te a világban, és mit akarsz a világtól, meg mit akarsz a világnak adni. Vannak olyan életpédiódusok, amikor még nem tudod ezt megcsinálni. A Tamás is ebben amikor a címerét tervez. van címered, de érthető, hogy nem hordja. Sokat ért azóta. Itt beszéltük, hogy így jaj, hogy mennyire érzék a címerek, meg stb. Hogy nem nőttünk rajta, aztán lesz neked. Jó, mondjuk, Tomi, azt Tomi.
Nem, ez a Tomi így beszéli, tehát hogy ez nem arra, nem kifigurált, hogy mi most ugye Tomásokkal, amit ő mondott. Hát ő maga az mondta, hogy ezt azért nem mindenki tudja. Meg amúgy is. Tomnak megvan az a joga arra, hogy ő úgy elkeni a szálakat, hogyha arról van szó. De akkor most így nem fogjuk kimondani, hogy mi a Kis Tamásnak a címere, vagy hogy van ez? Ahogy én értelmezem, vagy ahogy, ami van a címere. ahogy én lenne szoktam rajzolni a Tomi címerét, az egy párbajra ad indokot. Rajta bevállalod ezt a párbajt, vagy sem? Simán. Az egy lúdtáncos sárkány, kérlek. Csak a rúdon egy kard, de úgy néz ki, hogy egy fekete lapon, egy ezüst kardra rá van tekeredve egy sárkány, és ott van a kardon. Nagyon érdekes, hogy ez a... Nem, valami zenekart mondott a Tomi, hogy akkoriban az nagyon sokat hallgattott, és valahogy azt gondolta, hogy legjobban azzal tudná magát kifejezni, hogyha jelzi, hogy ő ennek a zenekarnak a rajongója. Hát mindenkinek van ilyen korszaka, de alapvetően én azt hiszem, hogy a heraldikát egy kicsikét mélyebb rétegekre találták ki abban a szisztéren, ahogy mi gondolkodunk róla, úgyhogy Tomi is így van egyébként, ez mondja, hogy hát végül is megvédte meg mindent, de kinőtte. De tervez egyébként módosítani rajta. A Twitter sárkányon? Igen. Alig várom. Ezek szerint akkor lehet ezeken a dolgokon módosítani. Sőt, én úgy tudom, hogy azon is lehet módosítani, hogyha véletlenül egyszer csak freeze-collerre fested magadat. Azt hiszem, ilyen sztorink is volt. Hát voltak egy buzgókám. Engedd meg, hogy egy kicsit visszacsatoljak még. Persze, módosíthatsz a címereden, mert tényleg az ember is változik. Az értékrendje is változik, meg minden. De azért az magáról az emberről mond el sokat, hogyha minden évben új címert véd. Hát ez egy erősen változó karakter. Ez egy szép ütő. Igen, ez nagyon sokféle módon lehet mondani. Nem, mindegyik volt pokolnek. De igen. Hát az is fontos, hogy a címered ne egy bélyeg legyen rajtad. Igen. Hát hogy nyilván ez egy ilyen mindenkinek a saját ízléséről függ, hogy mi az, amit komolyan tud venni, meg ki az, akit komolyan tud venni. Vannak összefüggések abban a gondolkodásmódban, ahogy valaki a címerét rakja össze, és ahogy elmagyarázza, és ahogy érvel mellette, hogyha esetleg az ötlete ütközik a heraldikai szabályokkal. Szóval e között az attitűd között, és az attitűd között, ahogy én fogok rátekinteni, a kettő egymásról egyáltalán nem független. Nyilván mindenkire komolyan fogok majd beszélni, meg udvariasan, meg ilyesmi, de megmondom őszintén, nem ugyanarra polcra kerül az én kis mentális világomban. Valaki azt mondja, hogy ez egy komoly ember, és vele van érdemes tesz beszélgetni, és érdekes. Másra meg azt mondom, hogy hát ő most védett címmel, de ráért volna még két évet, ameddig belül a feje lágya. Így van, tehát nem kötelező címert készítened. Tehát, hogyha számodra nincs olyan, amit föltennél egy szövetre, akkor csak azért, hogy legyen, azért nem kell. Többen későn csinálnak címert, ami nem baj. Sőt, van olyan oktató, akinek máig nincsen. Ja, hát ez a kettő különböző dolog. Össze tud kötődni, nyilván. Ezzel a harcművészettel, de hát nem feltétlen, ahogy azt már említettem. Így van. Viszont ugye már, ahogy korábban is említettem, fél szó erejéig, van, amikor mégiscsak sikerül megszegni a heraldikai szabályainkat, nem feltétlen úgy, hogy olyan szándékos címert csinál, amit egyébként nem engednétek át, de azért megfesti, köhöm-köhöm Bonifát. Csak mondom, hogy ezt én megcsináltam. De úgy tűnik, hogy nem volt olyan nagy a kihágás, úgyhogy nekem ezt megengedték. Hát senki nem szólt beérte, ez nem ugyanaz. Még nem én voltam. Magas helyen vannak barátaid, az a baj. Igen, igen. Viszont, ja igen, ezt ne kövessétek, ez nem volt például egy szégyellem és nem. Nem én voltam a főherold, azóta most már sok minden történt.
Így van. Na, viszont vannak más dolgok is. Tehát, hogy több dolog, egyrészt ugye, amit említettem már, van amikor, ugye, hogyha így szerzed a szkollereket, akkor ilyen kis cicák kerülnek rajta, rá a címeredre. És hogyha három cica van felrajzolva, akkor vagy te friszkollár, ha meg ugye be van festve aranyra, akkor meg te provost vagy. Provostból van most kettő. És hát, ha jól tudom, volt már olyan is, hogy korábban, hogy valaki több cicát festett véletlenül, mint amennyit megszerzett, és csak utólag vették észre, hogy hát itt valamit le kéne vakarni a címerről, és volt is azt hiszem, aki kiszínezte a cicákat, és akkor vissza kellett színezni ezüstre. Nem tudom már, hogy volt ez pontosan. Hogy ilyenkor ti mit csináltok egyébként ezekkel az eretnekekkel? Hogy lehet ezt egyáltalán visszaszedni? Én szerencsére semmit, én már egy veterán herold vagyok, úgyhogy én is kell megyek bele ezekbe a konfliktusokba, és szerinted mindenkinek így a jó. Volt így. Nekem ez kihívást ennek kedvesemnek beszélni. Én amióta, mondjuk, de csak várjál, mert amikor én bekerültem, azóta egy ilyen eset volt, ha jól emlékszem. De az egyszerű volt, mert egyel több oroszlánt festett föl, mint amennyi volt, és csak annyi volt, hogy megkértük, hogy izézd, de mi az? Takarja le, mert különben nem használhatja utána az egyesületen belül, mert ez olyan, mint amikor olyan tollakkal ékeskedsz, amit még nem szereztél meg. Tehát az így jön a kérdés, hogy melyik a gázabb, hogy nem tudod, hogy milyen tollak vannak az egyesületben, és úgy használsz tollakat, úgyhogy tudod, és annak ellenére azt őket, hogy nincsen, nem érdemelted őket ki. És akkor igen, szerintem ezzel így utoltam arra, hogy miért volna kihívás kedvesnek lenni. Értelek. Van egy másik típusú, hogy hívják, ja is függelemsértése is az Arsensis heraldikájának, és ez pedig az, amikor valami súnya dolog történik a személyes címerünkkel, például elveszítjük. Mi történik ilyenkor, Bálint? Van erről történeted? Mi az, hogy Pisti egyébként még többet tudna erről mesélni, de azt hiszem, értem, hogy miért nem ő szólítottad fel. Ez a szégyen címer, vagy gúny címer, amit bevezettünk ezzel kapcsolatban, ugye már használták a középkorban is. Ez arról szólt, hogy ilyen megszégyenítésként, vagy vezeklésként az illetőnek ilyen címerénket hordani valamilyen szégyent, vagy egy szimbólumot, ami kifejezi, hogy mi az, amit nem sikerült túl fizetesen abszolválni az életben. Ilyen nálunk ezek az ilyen szituációk, amik mondjuk elhagyod a cím előtt. Hát Pistinek is volt egy ilyen címele, becsületesen hord meg fizetésre. Nem, mindjárt akkor kifejtem én magam, nem az van a probléma, hanem az, hogy valaki mit tudom én, csak mert engem már kerestek meg mindennel, és te így, ne. Tehát, hogy az, hogy te bent felejted esetleg a, mit tudom én, a tornaterembe, és valaki odaviszi neked, vagy leadja a heroldnak, akkor te nem von maga után még semmit. Ha jó fej vagy, azért, mert megúsztad azt, hogy elveszíts valamit, vesz neki egy sört esetleg, de hogy ez kólát, okay, de ez nincs leírt, tehát ez egy ilyen kis íratlan szabályunk. Ez csak ilyen jó felség, de nem kötelező jellegű. De az, amikor egy olyan kihágást vétesz, ami akár tényleg mind az egyesületre nézve nem túl jó fényt vet, vagy egyáltalán valamit iszletesen elfuserálsz, na akkor jön. Én például így kaptam. Tehát konkrétan egy házi milyen versenyünk volt? Ez a majális volt, azt hiszem. Uh-huh. És Bálint iszonyat gyönyörűen, mint Harold, nagyon gyönyörűen felkonferált minket, és mondta, hogy de hát itt is van az egyesületünk fő heroldja, Ézsiás István, akinek a címere, és ott voltak, mint egyesületi tagok, meg voltak ott tévileg is, akik tényleg csak úgy megnézni jöttek minket, és meg így oda mondta neki, hogy otthon felejtettem. Az elég jó volt, én azért kaptam. Csak hogy tudjátok, István ezt magától nem emelné ki, de azért ennek egy olyan fontos része ennek a történetnek, ami egyébként szerintem brutál vicces.
és nagyon nehezen tudtam visszafogni magamat, hogy ne röhögjem pofán Pistit aznap ott, de mindegy. Tehát ennek a történetnek a tanulsága az, hogy István ugye emiatt kapott egy büntetést, amit majd mindjárt elmondtak, hogy micsoda, de ezt a büntetést, ezt ő büntetésből kapta. Ez nem egy ilyen achievement volt ám, tehát hogy csak hogyha a hallgatósági tisztában legyen vele, hogy ilyeneket egyébként nem szándékozunk elérni. Hát ki hogy van ez rá, tudod, az igazgatói intő, hogy valaki rettek tőle, valaki pedig gyűjti. Úgyhogy hát sokféle lépek vannak. De nekem a kedvencem az azt, hogy amire gondolom, utaltál is, amikor ezzel elkezdtünk trollkodni egy kicsit, hogy volt egy kolléga, aki nagyon úgy gondolta, hogy most jó megfegyelmezzük az embereket azzal, hogy így a címerüket vegyék komolyan, mert ez szent dolog, meg ilyesmi, és így tényleg így nagyon-nagyon azonosult ezzel az egész gúny címer, meg szent címer, meg mindenféle ilyen értékrenden. Aztán ott felejtette a címerét edzésem, azt hiszem, hogy váltsatlan az edzésem még, és én elraktam, a következő héten nem jött, nem találkoztunk, és így nem nagyon kereste ezt a címet. Azt érdemes tudni, hogy ez egy magas rangú életvédéke az egyesületben. És akkor már úgy voltam vele, hogy valahogy tovább kell menni ez a történet, így, hogy három helyen elámul a címere, és még nem is kérdezett így sutyomba se senkit. Mondom, hogy figyelj, hogy itt lovagi torna lesz, ilyenkor komolyan veszik a címereket. Mit érdemel az a bűnös, aki elhagyja a címerét? Ugye, szégyen címer. Kész. Oké. Okay. Hát mondom, rendben van, én ezzel tudok együtt élni. És hát neki is meg kellett tanulni együtt élni, mert mondtam, hogy nálam lesz címere három hete. De később elmondta egyébként, hogy sejtette, hogy a kérdésem nem egészen ártatlan. És ugye akkor már magában gondolkodott azon, hogy akkor olyan mi fog felkerülni az ő címerére. Aztán végül is a Pisti mondta, hogy azért alapvetően mennyire nem durva a helyzet. Viszont ő elmesélte otthon a kisfiának ezt a sztorit, és az nagyon szépen kijön, hogy mit jelent a szégyen címer valakinek, aki túl a kamaszkorom, meg aki még előtte van a kamaszkornak. Ugye, aki túl a kamaszkorom, az szinte röhög is rajta, ez az igazgató indő kategória. De a kisrác az torka szakadtából sírt, hogy az apját megalázzák, és szégyen címet kell majd sportani egy éven keresztül. Hát ő még komolyan vette ezt a dolgot. Hát van a kettő között, ahol a helyes hozzáállás. Oké. Okay. No, hát komolyan lehet venni. Nem, ezt nem is hallottam ezt az utolsó részét, hogy volt egy ilyen utóhatása. Ez elég kemény. Igen, de hát valóan... Köszönjük egy családot. Igen, innentől kezdve, ha árszerzítés leszel, akkor az árszerzítés családod hús van. Mindenki jól Bejöttél ide a klánba. Jó. Hát srácok, lassan időnk végére érünk, úgyhogy köszönöm szépen nektek ezeket a sztorikat, meg egy csomó-csomó tök jó infót elmondtatok itt a Heraldikával kapcsolatban. Még mielőtt egy utolsó kérdést föltennék nektek, azért itt egy állásajánlatot is szerettem volna itt megfogalmazni. Én nekem most itt nem tudok, hogy itt van nekünk egy scriptünk itt magunk előtt, és ezt igen, föl van írva nekem, és az van ide fölírva, hogy kéne egy motivált vívó, aki szeretne beállni a heraldi körbe, hogy tudjon heraldi munkákat végezni, és hát ha többen jelentkeztek, akkor ketrec harca döntjük majd el, hogy ki marad bent, úgyhogy Ézsiás Istvánnál lehet jelentkezni, mint a fő heraldnál, hogyha meg kedvet kaptatok arra, hogy esetleg itt a címert annál foglalkozzatok. Annyi, hogy bocsáss meg, ha most szabad vágok, de annak idején volt egy ilyen kis, nem tudom, reform korszaka úgy az Arsensis Heraldikának. Tehát, hogy megszaporodtunk, meg ki is alakultak a feladatok, kipróbálták az emberek, hogy ez tudják-e végezni, nem tudják-e végezni, döntésre jutottak, és most egy nagyjából koherens csapat van, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, mindenki csinálja a saját dolgát. Ezért nem szeretnék nagyon bővíteni a heraldikai körön,
de hozzá kell vennünk, mindig van valami fluktuáció, mert mindannyian van magánéletünk, nem ez az elsődleges munkánk, mi egymás. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy egy főt vennénk majd föl. Meg lehetőleg viszont minél korábbra kerüljön be, vagy ha esetleg van valami tapasztalata, akkor természetesen nagyon szívesen látjuk. Tök se jó. És mennyire jól összehoztuk az állásajánlatot, látod? Ez tök profi volt. Ja, erre mondtuk azt, hogy ha túl sokan jelentkeznek, akkor szabályok nélküli ketrecharc, de hát na. Nem ilyen ketrecharc, majd dobunk közéjük egy kardot, de egyet. És éretlen lesz. Jó. Oké, és akkor utolsó kérdés, srácok, mind a hármatoknak, el tudtok rajta gondolkodni, és szeretnék mindannyiatoktól egy rövid választ kapni erre. Hogyha most hirtelen meg tudnátok változtatni a saját címereteket, akkor ezt megtennétek-e, vagy ki vagytok-e békülve azzal, ami most van? Szent János Bogár. Szent János Bogár, oké, István, meg is kaptuk az első választ. Attila? Én nem változtatnám. Nem változtatnál? Hát te nem is tudsz mit változtatni, belőled kitaposta a Pisti. Bálint? Én sem változtatnék rajta, hozzátéve, hogy heroldként nyilván ez nem túl hiteles, de vívóként az másrészt most már ott tart a világ, hogy ez egy régi címernek számít, és annak idején a heroldikában is az volt, hogy az első címernek azok nem voltak annyira szabályosak, mint a későbbiek, mert még nem alakult ki ennek a követelmény rendszere, és akkor ezt direkt nem változtatták, meg ezzel jelezték, hogy hát ez egy ennyire régi nemesi család. Ilyen az én címerem, és viszont a jelentés az mindig bővül. Különben egy kis provosti projektem is, egy kis pszichós, meg kicsit ilyen szimbolista, és így lejött a címerem, az tartalmaz olyan üzeneteket, amikre nem is gondoltam még, amikor elkészült ilyen 13 éve. Átvette az identitásod. Így van, ilyen kölcsönhatásra vagyunk a címerem, mert ő is formál, én is formálom. Külön entitás. Szimbióta. Ja, nagyon, nagyon deep. Nagyon deep. Jól van, srácok, köszönöm szépen még egyszer mind a hármatoknak, hogy tudtunk ma beszélgetni. Nektek meg, kedves hallgatók, Arsensis, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok ezen az Arsensis első számú podcast műsorában, ami nem más névre hallgat, mint a Sprechfenster. Legközelebb is tartsatok majd velünk, legközelebb egy új témával fogunk jelentkezni. Úgyhogy sziasztok, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és találkozzunk minél hamarabb edzésen. Sziasztok! Sziasztok! Hello.